Megkezdődött az előválasztási kampány, és Zuglóban és talán az országban is elsőként Tóth Csaba Zugló Országgyűlési képviselője adta le a 400 aláírást, amely a jelöltéválláshoz szükséges. Vendégünk itt a stúdióban, tehát Tóth Csaba, Zugló Országgyűlési képviselője, aki az előválasztáson az MSP, a Párbeszéd, a Demokratikus Koalíció és a Jobbik jelöltjeként vesz részt, ha jól tudom. Minek tulajdonítja ezt a gyorsaságot, amivel, ha jól tudom, egy-két óra alatt sikerült összeszedni ezt a 400 aláírást? Először sok szeretettel köszöntöm a Zugló TV nézőit. Hát igen, valóban elindult az előválasztás, megkezdődött az előválasztás, hétfőn indult el az aláírás gyűjtés, és ahhoz, hogy valaki az előválasztáson a támogatott pártok jelöltjeként jelölté váljon, 400 aláírás kellett összegyűjteni. Nagyon büszke vagyok rá, hogy alig két óra alatt nekünk sikerült. Hát ha emlékszünk az előválasztásokra. Az mindig éle járt, hiszen az országosi választásokon és önkormányzati választásokon is mindig elsőként tudtuk összeszedni azokat, a, azokat az aláírásokat, ami a adott válaszhoz szükséges volt. Így történt ez hétfőn is. Hát köszönhető a, a egy évtized eltöltött munkánknak a kerületben és hát annak a több mint 50 aktivistának, aki, aki segítőnknek, aki reggel 8 órakor már ott volt az irodában, és elindultak a előre telefonon leegyeztetett címekre az aláíró évekkel, és valóban 10 óra után már érkeztek is vissza, és megvolt a, a szükséges aláírás, és délutára pedig már ezernél tartottunk. Ennyi aláíró kaptunk, egyébként nem is nagyon tudtunk többet gyűjteni, de várjuk továbbra is azért a, a, a támogató zuglói polgárokat a standjainknál, sátrainknál a támogató aláíró híveket, ugyanúgy alá tudják még írni és tudnak támogatni. És azután is köszönöm mindenkinek a, a megtisztelő bizalmat, hogy ilyen gyorsan és tényleg az országban szinte elsőként sikerült most is ezt, ezt a feladatot megoldani. Ugye az országos jelző más tekintetben is használható, hiszen országos figyelemövezi az uglói előválasztást, rendszeresen foglalkoznak az országos médiumok is az itt zajló kampányjal. Ön minek tulajdonítja ezt? Hát azt kell mondanom, hogy sajnos az ugló országos médiafigyelem központjába került az előválasztás kapcsán, nem volt ez mindig így, de hát sajnos ezt már szeptemberben láttuk, hogy felfokozott figyelem fogja kísérni zuglóban az, az előválasztást, hisz azt kell mondanom, és még egyszer kiemelném, és halálozom, hogy sajnos szeptember óta egy módszeres lejárató kampányt folytatnak a politikai ellenfeleink itt a kerületben, és azzal a cél a természetesen, hogy ezt a biztosnak tűnő mandátumot megszerezze, Momentum és a Momentum jelöltje, akit itt indítanak Szexádról. Tudni kell, hogy ha a, 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 kormányváltást komolyan akarunk jövőre, akkor nem abba, azzal lesz kormányváltás, hogy olyan mandátumokat veszünk el egymástól, ellenzéki politikusoktól, amiért megdolgoztak és megszerezték, hiszen én már kétszer nyertem itt zuglóban. 2014-ben és 2018-ban is meggyőző fölényel, úgyhogy nekem mindenféle ellenfelem volt, így tudtam nyerni. Ebből aztán úgy gondolta a Momentum, és úgy gondolta a jelöltjük, hogy bizonyára, hogyha sikerül az előválasztáson engem legyőzni, akkor számukra ez egy biztos mandátum. De hát a hat párt, amikor megállapodott az előválasztás intézményében, akkor az volt a legfontosabb elv, hogy minden körzetben egy jelölt legyen majd, egy jelölt legyen kiválasztva, aki a Fidesz jelöltjével fölveszi a harcot, mert akkor van esély kormányváltás, Akkor van esély, hogy legalább 60 körzetet meg fogunk tudni nyerni azzal nem lesz több mandátum az ellenzéknek, hogyha ellenzéki mandátumot veszel egyik párt a másik párt Ott kellene elindulni, ahol Fidesz politikusája a mandátum, ahol Fideszes országis képviselő van, abban a körzetben kell nyerni. Úgy tűnik, hogy a, a, az én ellenfelem ezt a harcot máshol nem merte fölvállalni, és ahol él, ahol lakik, nem ott akar elindulni, hanem itt. Ezért aztán kicsit, mondom még egyszer, fokozott média figyelem összpontosul az uglóra, és sajnos azt kell mondanom, hogy az a szeptember óta elindult lejárató kampány mind, ma, mai napig folytatódik. Nagyon sok választást csináltunk a kerületben már itt végig. Az utóbbi négy választást megnyertük, az országosi választást, meg az önkormányzati választást is. De, de ilyen aljas mocskos kampányban még nem volt részünk. Én nagyon sajnálom, hogy az ugló embereknek ezzel kell szembesülni, Ahelyett, hogy arról beszélnénk, hogy, és arról vitatkoznánk, hogy ki mit tud tenni, mit tett egyrészt zuglóért, mit kíván tenni a jövőben, ezzel szemben alaptalan vádoskodásokkal, hazugságokkal kell nap mint nap szembenézni, és, és, ezek ellen kell védekezni. Ugye meg is lehet fordítani tulajdonképpen azt, amit ön eddig mondott, olyan értelemben, hogy a, a kampány eddig kevéssé a tartalmi kérdésekről folyt, kevéssé folyt arról, hogy országgyűlési képviselőként milyen feladatok állnak a leendő megválasztandó zuglói országgyűlési képviselő előtt. Ön hogyan kíván részt venni a kampányban a továbbiakban a még hátra levő néhány hét során? Mik azok a fontosabb témák, amelyekkel foglalkozni kíván? Egyáltalán hogyan látja, hogy mi a dolga az országgyűlési képviselőnek itt? Hát egy egyéniben megválasztott országgyűlési képviselő, benne van a nevében, hogy egyéni képviselő, egyéniben megválasztott képviselő, akit azért választanak meg egy adott körzetben, hogy az ott élő emberek ö, érdekeit képviselje, annak a körzetnek az érdekeit képviselje. Én ezt tettem az elmúlt 10 évben, mióta, 11 mióta képviselő vagyok. Zuglóval, zugló ügyekkel, a zugló emberek problémának azok a megoldásával foglalkozom, és ö, azon ö, dolgozom, hogy a jövőben szebbé, jobbá tegyük a kerületünket, azt, hogy az emberek jobban otthonuknak érezzék, boldogabbak legyenek zuglóban, ez a feladatunk. Mi van egy programunk, most már második ciklus óta, ez a zöld, fejlődő, biztonságos, gondoskodó zugló program, ennek az elemeit valósítjuk meg az önkormányzati képviselőnkkel és a polgármesterünkkel közösen. Tehát számomra uh, zugló jelenti a politikát, az itt élő emberek jelentik a politikát. Uh, azt látom, hogy a politikai ellenfelemnek nem ez jelenti a politikát, hisz meg is mondta, hogy egy képviselőnek nem az a dolga, hogy helyi ügyekkel foglalkozzon, országos ügyekkel kell foglalkozni. Ha leegyszerűsíteném, akkor azt tudnám mondani, hogy ugró most akörül választhat, hogy egy olyan képviselő mellett teszi le a voksát, akiről tudja, hogy az elmúlt 11 évben értük dolgozott, a kerületért dolgozott, és egy olyan képviselője lesz, aki a jövőben is a kerület és az itt élő emberekért fog dolgozni, vagy egy olyan képviselők lesz, akit soha nem fognak látni, mert nem zugló ügyekkel foglalkozik, hanem szaladgál az országba fölle és ö, keresi az általa üldözendő korrupciót. Itt kell megjegyezni, hogy ö, itt is egy kettős beszédet látunk, és egy kettős mércét látunk. Még azt mondja a politikai ellenfelem, hogy a ákos, hogy ö, meg kell tisztítani a közéletet, és üldözni kell a korrupciót. Ugyan nem tudja megmondani, hogy Zuglóban milyen korrupciót akar üldözni, mert egyetlen egy konkrétumot nem hallottunk meg tőle. Ugyanak azt látjuk, hogy a közvetlen környezetében, a kampány csapatában olyan emberek vannak, akik köztörvényes bűnöző, elítélt bűnöző, aki börtönben ült, vagy elítélték, elítélték garázdaságért, rongálásért, közúti veszélyeztetésért. Tehát ez beleillik a képbe, számára ez nem gond. Mondhatnám úgy is, hogy olyan, mint aki bort iszik és vizet prédikál, hisz kifele mondja, hogy ündözendő a bűn, befele, a saját köreiben eltűri, sőt, még szívesen is veszi, hogy segítenek a munkájában. Tehát ezt a, ezt a mércét ezt nem tudom hova tenni, tehát én nem értem, hogy ha egyszer valaki a közélet tiszt, megtisztításáról beszél, akkor saját környezetében ezt hogyan tudja. Tehát visszatérve a kérdése, én azt a munkát szeretném folytatni, amit az elmúlt 11 évben végeztem, ezt tudom ígérni az zugló embereknek, hogy ezt fogom folytatni. Számomra a legfontosabb az, hogy a kerület fejlődjön, épüljön, szépüljön, közösen a kerület polgármesterével együttműködve ö, tudjunk tenni, és egy, van egy nagyon fontos célom, és ezért is ö, ö, fontos az, hogy jövőre mindenki jöjjön el a választáson tavasszal, és legyen kormányváltás, mert a legfontosabb ígéretem az zuglónak, hogy vissza fogjuk szerezni azt a pénzt, amit a kormányzat a, a, a járvány a kapcsolatos intézkedések során elvett a kerülettől, hisz tudjuk azt, hogy az zugló önkormányzat költségvetésében 6,5 milliárd forint lett betervezve a védelmi alapba, amit a kormányzat megígért, hogy kompenzálni fogja a kieső bevételét az önkormányzatnak. Ebből a zugló egy fillért nem kapott. Hát a legfontosabb célom az jövőre, és ezt megígérem össze, minden zuglói lakosnak, kormányváltás után a legfontosabb az lesz, hogy ezt a pénzt, ezt a 6,5 milliárd forintot visszaszerezzük a kerületnek, hogy azokat a kerületi fejlesztéseket, beruházásokat maradéktalanul meg tudjunk valósítani, ami a kieső pénzek miatt most idén nem lesz lehetőség. Ugye ja, az nyilvánvaló, hogy meglehetősen antagonisztikus ellentét húzódik önközött és a másik jelölt hatáziákos között. Ezeknek a nézeteltéréseknek a, a megismeréséhez a legegyszerűbb eszköz az, hogyha leülnek egymással vitázni. Szóval lesz-e képviselőjelölti vita önök között? Hát egy konkrét példát hadd mondjak, hogy a, a mire fókuszálnak a, a kampányok. Politikai hecc kampányt ö, folytatnak. A legutolsó, csak hogy értsék az uglói emberek is találkoztak ezzel a médiában, egy olyan önkormányzati döntésbe bele, beszélt bele egy telekértékesítésbe, ami, ami nem kellett volna ennek a kampánynak része legyen. Egy olyan telekértékesítésről beszélünk ott az angol egresi sarkán, amit hosszú évek óta sikertelenül hirdetett az önkormányzat, még az előző polgármester, Rád Karácsongerült, egyszerűen nem tudták el, hogy nem volt rá érdeklődő. Most jött egy vevő, több mint 700 millió forint bevétele lett volna ebből a, a kerületnek. Ebből a 700 millió forintból 60-80 önkormányzati lakás felújítását lehetett volna elvégezni, és a tőle 100 méterre levő egresi tér komplex felújítását lehetett volna elvégezni. Miután hetsz csináltak, a saját egyéni politikai érdeke miatt felfújták ezt az ügyet, és persze, hogy a képviselők meghátráltak, és nem mertek ebbe a mai napig ebbe döntést hozni, ezért zugló elesik ettől a több mint 700 millió forinttól. De hát ugye nem csak ettől esik el, ezzel elesik az az 50-60 család attól a lakástól, amit fel lehetett volna újítani, és az a sok ezer ember, aki szívesen ment volna a felújított térre sétálgatni, szabad eltölteni, mert nem lesz pénz a tér felújítására. Tehát az a baj, hogy egy kampányba ilyen elemeket használunk, amivel ártunk az itt élő embereknek. Tehát föl se fogja, hogy hány ezer embernek, hány, több tíz családnak közvetlenül ártott egy ilyen hetsz ami, ami miatt egy döntést nem mernek a képviselők meghozni, mert megijedtek az országos média érdeklődéstől. Visszatérve a kérdésére, többek között ilyen témákat is szemtől szemben jó lenne megbeszélni vele, ezért mindenképpen én úgy gondolom, én szorgalmazom, hogy legyen egy személyes vitánk, ahol az ugló emberek látni fogják, hogy ahol el tudjuk mondani az ugló embereknek, hogy mit tettünk külön-külön az uglóért az elmúlt 11 évben, mit tervezünk tenni a következő országosi ciklusban, hogyha képviselők leszünk, mi az, ami számunkra fontos az zuglóba? Mi az, ami számunkra fontos, hogy az zuglói embereknek nyújtsuk, építsünk? Tehát erről valóban egy értelmes vitát jól lenne lefolytatni. Ezért nagyon bízom benne, hogy az Zugló TV erre egy alkalmas és helyszínt is biztosít számunkra hisz egy olyan vitának, ami zuglóról, a zugló emberekről, az zugló jövőjéről szól, a legalkalmas helyszín, én úgy gondolom, a zugló tévé, hisz a legszélesebb körben az uglóiak ezt, ezt a csatornát fogják nézni, és ezzel a csatornán tudják ezt nyomon követni. Úgyhogy én ezúton is most megkérem akkor Hatházi Ákost, hogyha ezen a vitán szeretne részt venni, és szeretne zuglóról, zugló lövőjéről, zugló emberek életéről bármiről, ami zuglót érinti, velem vitatkozni, örömmel látnám itt, és szeptember 17-én 15 órakor találkozunk itt a Zugló TV-be, és beszéljünk zuglóról, vitatkozzunk zuglóról. Az Zugló TV természetesen áll rendelkezésre, nagyon szívesen megrendezzük ezt a vitát, és közvetítjük minden zuglói polgár számára. Köszönöm a beszélgetést. Reméljük, hogy ez így is lesz, és az zuglói polgárok látni fogják, hogy ki az, aki őket képviselni akarja a jövőben is. Köszönöm szépen.